Szeretettel köszöntjük a Credo TV nézőit. Önök a Szívdobbanás nevű műsorunkat nézik. Egy rohanó világban élünk, ahol az értékek változása is hamar végbe megy egyéni, családi és társadalmi szinten. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet ebből kilépni, az igazi válasz az, hogy csak Isten társaságában. Meg kell találnunk a közösséget Istennel. Ezzel együtt megtaláljuk a nyugalmat. Ebben szeretnénk segíteni műsorunkkal a tévénézőknek. Aztán sokan úgy képzelik el Istent, mint aki megvan a maga mennyei világában, mi pedig a mi földi világunkban. Lehet-e Istennel együtt járni, foglalkozik-e velünk vagy nem? Erre a dilemmára kapunk választ Ábrahám, Izsák és Jákob pátriárkák életét tanulmányozva. Kövessük most figyelemmel Kis Juhász Vilmos lelkipásztor ige hirdetését, aki Jákob élet útjával foglalkozik a sorozatunk következő epizódjában, a kolozsvári Magyar Baptista gyülekezet előtt hirdetve az igét. Legyen Isten áldása ezen a műsoron! És róla szóljon minden nap,
A Teremtés könyvéből, Mózes első könyvének 28. részéből olvasom Istennek ígéit, az első verssel kezdve a 17-es igeversig olvasom azt. Mózes első könyvének, Teremtés könyvének 28. részéből az első 17 vers így hangzik. Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki, és mondá: ne védj feleséget a kananeusok leányai közül, kelj fel, menj el Mezopotámiában, Bétuélnek a te anyád atyának házához, és onnan védj magadnak feleséget Lábánnak, a te anyád bátyjának leányai közül. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy, és adja néked az Ábrahám áldását, te néked és a te magodnak, te veled egybe, hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az Isten adott vala Ábrahámnak. Elbocsáta azért Izsák Jákobot, hogy menjen Mesopotámiában, Lábánhoz, a sírjabeli Bétuél fiához, Rebekának, Jákob és Ézsau anyjának bátyjához. És látta Ézsau, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elbocsátotta őt Mesopotámiában, hogy onnan vegyen magának feleséget, és hogy mikor áldja vala, parancsola néki és monda, ne védj feleséget a kananeusok leányai közül, és hogy Jákob hallgata atya és anyja szavára, és el is ment Mesopotámiába, és látta Ézsau, hogy a kananeusok leányai nem tetszenek Izsáknak, az ő atyának, elméne Ézsau Ismáelhez, és feleségül vevé még az ő feleségeihez, Ismáelnek, az Ábrahám fiának leányát, Mahalátot, Nedbajótnak húgát. Jákob pedig kiindul a Bérsebából, és Hárán felé tartott. És jut egy helyre, holott meghála, mivel hogy a nap lement vala, és vőn egyet annak a helynek a kövei közül, és feje alá tevé, és lefeküvék azon a helyen. És álmot láta. Íme egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és íme az Istennek angyalai fel és alájárnak vala azon. És íme az Úr áll vala azon, és szóla: én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, néked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lészen, mint a földnek pora, és terjeszked el nyugatra is keletre, északra is délre, és te benned, és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És imé, én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahová mész, és visszahozlak e földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam. Jákob pedig felébredvén álmából mondta: bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Megrémül-e annak okáért, és mondta: mi rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja. Amen. Tessék helyet foglalni. Krisztus szeretetével köszöntünk mindenkit gyülekezetünkben, az ige jelenlétében, vendégeket, helybelieket, gyülekezet tagjait. Isten áldjon meg valamennyünket, és köszöntjük kedves tévénézőinket is, akik majd ezt az adást is fogják látni, és kívánjuk azt, hogy Isten áldása nyugodjon meg életükön, és valamennyien
betelve Isten kegyelmével, hadd tudjunk vele járni, és az ő áldását örökölni. A ma délelőtti ígének előzményei vannak. Azt olvassuk, az előzmények között három dolgot szeretnék megemlíteni, hogy Ézsau 40 éves korában megnősült. Két kananeus lányt vett feleségül, és valószínű, hogy amikor az elsőt elvette, már tanácsolták a szülők, de nem volt kit. És így olvassuk a 26. rész 34. versében, mikor Ézsau 40 esztendős vala feleségül vevé Jedutitot, a Kitteus beéri leányát. De nem volt kit. Sőt, megtette a másik lépést, a következő lépést Ézsau, utána pedig feleségül vevé Boszmátot, a Kitteus Elon lányát, és van egy megjegyzés, ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége. Megromlott a családi légkör. Nagyon megromlott. Ezek a lányok, ezek a fiatalasszonyok soha nem lettek Istennek gyermekei. Soha nem imádták az Urat, a mindenható Istent. Soha nem ismerték meg, úgy, ahogy Ézsau sem ismerte meg a mindenható Istent, és nem szolgálták őt. És nagyon nehéz volt Izsáknak és Rebekának velük együtt élni. Természetesen, hogy ezek a kananeus lányok, fiatalasszonyok volt, amit mondjanak. Hát miféle család ez? Aki azt mondja, hogy a mindenható Istennek szolgál, hogy az apa az egyiket szereti, az anya a másikat szereti. Milyen dolog az, hogy személyválogatás, különbségtétel van, és soha rohatnánk tovább, mi mindent mondhattak. És emberi igazság volt benne. Csak volt egy különbség. Hogy Izsák és Rebeka megismerte Istent, és a maguk bűneiért, a maguk engedetlenségeiért bűnhődtek. De szolgáltak az Úrnak, nem maradtak meg a maguk szolgálatában. Mikor azt mondom, hogy bűnhődtek, akkor el kell mondjam azt, hogy Rebeka megbűnhődött azért, mert Jákobot, a kisebbik fiát megtanította és rásegítette arra, hogy az atyai áldást elvegye. Soha többé nem találkozott Jákobbal. Nem olvasunk arról majd, hogy visszatértekor még találkozás lett volna. Nem valószínű. És futni kellett a kedvenc fiúnak is. Éppen Rebeka mondja azt el, mikor meghallja, hogy Ézsau az ő embereivel arról beszél, hogy közeledik Izsáknak, az én atyámnak halála, és akkor majd megölöm Jákobot. És testvéreim, ilyen előzményekkel Rebeka maga otthon teremtő bölcsességével, anyai szeretetével elmondja Izsáknak, küld el innen Jákobot. A házasság miatt küld el, mert így fejeződik be a 27. rész, minek nékem az élet, ha ő is úgy nősül, ahogy Ézsau nősült. És innen indul az ígénk ezekkel az előzményekkel, és három gondolatot szeretnék megemlíteni. Az atyai jó tanács, az Úrtól kapott jó tanács számunkra
parancs kell legyen. Másodszorban áldást kíván adni az Úr. Nem azért hívott el, hogy nyomorúságban kínlódjunk, hanem az ő közösségének, az ő hatalmának áldásait élvezzük. Harmadsorban pedig, hogy az áldása miénk legyen, nekünk formálódni kell, szenté kell lenni, identitásunk meg kell változzon. Haza kell térjünk az atyai házhoz, és Isten gyermekévé kell váljunk, hogy valóságosan élvezhessük, átvehessük, és megnyugodjon rajtunk az Isten áldása. Jó tanács! Előhívatá azért Izsák Jákobot is, megáldá őt is, megparancsolá néki, ne védj magadnak feleséget a kananeusok leányai közül. Ma azt mondanánk, hát mekkora beleszólás ez a fiatal életébe. Ha még csak itt maradt volna meg esetleg, hogy ne védj innen feleséget a kananeus lányok közül, lehet, hogy még valahogy el tudnám fogadni, de Izsák nem állít meg. Menj, kelj felé is menj, és Bétuélnek, a te nagybátyádnak leányai közül védj magadnak feleséget. És valószínű, hogy a parancsnak ez a része nagyon idegen nekünk. Pedig nem kellene az legyen. Még ha azt megmondják, hogy olyat ne, vagy azt ne, de amikor azt mondják, hogy pedig azt, és konkrétan megmondják, hogy melyik családból, akkor lehet, hogy erősen visszakozunk. Nem szabad a kulturális háttért elfelejtenünk, azt a patriarchális háttért, amiben élt Izsák és Jákob, ami Izraelben és a palesztinok között még ma is sokszor életben van. És senkit nem arra buzdítok, hogy az édesapja vagy az édesanyja keressen neki feleséget vagy férjet. De szeretném elmondani az atyai parancs és tanács alapján, olyan feleséget védj, ahhoz menj férhez, akivel a mindenható Istent tudod szolgálni, aki az Úr gyermeke. Ezt parancsolja nekünk az új szövetségben a mi Istenünk, hogy ne legyünk hitetlenekkel felemás igában, és nem azt mondja, hogy pünkösdistákkal, vagy reformátusokkal, vagy baptistákkal, vagy testvérgyülekezetből valókkal. Nem ezt mondja, azt mondja hitetlenekkel. Akinek nem ura az Isten, aki Krisztus nem ismerte meg, és nem úgy hisz benne, hogy szolgál neki, hogy követi őt, aki nem úgy dönt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akinek volt bűnvallása, és van hitvallása, hogy Jézus Krisztusban vele, ő benne kötöm meg a házasságomat, és vele együtt a hármas kötél, hiszem, hogy nem hamar szakad el. Kedves testvéreim, Izsák parancsot ad, és Jákob a maga szorultságában nem visszakozik, nem felesel, nem mondja azt, hogy hát te se ismered azt a lányt,
Csupán az apját, meg az anyját, én még azokat se ismerem, és én nem akarok menni. Jákob tudja, hogy az életéről van szó. És megy. Engedelmeskedik. És kedves testvérem, kedves fiatal, fiú és lány, amikor Isten elmondja nekem és neked, hogy ki lehet a házastársam, tudd meg, hogy az életedről van szó. A földi életedről, és az örök életedről. Természetesen Istennek vannak különleges útjai. És ő az a mindenható Isten, aki a rosszból is tud jót előhozni. És ő jóvá tud hozni dolgokat. De ne felejtsük el, a kivételek erősítik a szabályt. Az Isten parancsát, az Isten szavát, az ígét vedd nagyon komolyan, hogy kit engedsz meg érzelmi módon a szívemben, a szívedbe férkőzni. Kivel állsz meg beszélgetni? Kivel lesz az első találka? A Facebookon, vagy másütt, kit engedek közel magamhoz? Az Isten ígéje megáll a mai környezetben is, és legyen parancs, hogy hitáltal, Krisztusban kapott meggyőződéssel, a tőle kapott vezetéssel indulok tovább, és teszek lépéseket. Azt is szeretném kiemelni ebbe az ígében, hogy a parancs azt is elmondja, hogy védj feleségül. Kizárt az élettárs, kizárt a barátnő. Kizárt. Védj feleségül magadnak. Isten a házasságot rendelte el. És nem az együttélést, nem a segítő társad olyan szinten, hogy nem vállalom fel minden szinten az egységet. És azt a felelősséget, hogy vele, csupán vele megelégszem. És mellette hűséges vagyok. És úgy tekintek rá, akár a férj a feleségre, akár a feleség a férjre, mint Krisztus az egyházra. Itt említem meg azt is, így olvassuk, Izsák nem volt személyválogató, és nem maga fele hajlott a keze. Nem azt mondta, az én féltestvérem, Ismael, itt táborozik, nem olyan messze, az aráb sivatagban, vegyél onnan, az ő lányai közül. Nem kell olyan messze menni, hát annyi rabló csapat megtámadhat az úton, hogy te fölmenj, ismerem az utat, és tudom, hogy mivel jár, föl Síria vidékére. Hát innen a közelből oldjuk meg, nem emberi módon beszél. Nem azt mondja, hogy hát mégiscsak a hozzánk hasonló, nem. Menj is a Bétuel leányai, a te édesanyádnak. A testvére házából védj feleséget. Úgy, ahogy Ábrahám küldte Eliézert a szolgát ugyanahova a családba. És van hagyomány, van hit, személyválogatás emberi okoskodás nélkül engedve az Isten akaratának. És azok a szokások, amik Isten szaván alapulnak, azok jók. Azokat nem kell eltörölni. Hadd legyenek ilyen beidegződéseink. Másodszorban említettem áldás. Ez az ige szakasz, amit felolvastunk, már rögtön az első 5 vers három ízben is szól az áldásról.
Előhívatá azért Izsák, Jákobot is, megáldá őt, mondja az első vers. Aztán azt olvassuk a harmadik versben, a mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy, s adja néked az Ábrahám áldását. Izsák elmondja azt az áldást majdnem szóról szóra, amit Isten mond Ádámnak és Évának a Teremtés könyvének első fejezetében, az első résznek a 28. versében, amikor teremti Isten az embert az ő képére is, Isten képére teremti őket, férfivel és asszonnyá teremti őket, és megáldá Isten őket is, mondanékik, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Hát, mi baptisták a statisztika szerint vezetünk abban, hogy két gyermekes családokat képezünk. Főleg nálunk, magyar baptistáknál Erdélyben kimutatható az, hogy több mint 60%-a a családoknak két gyermeket nevel. Ez még csak a szaporodás. Hogy a férj és a feleség után, a két egyed után két gyermek marad. És nem csökken a létszám, hanem ha a szülők elhalnak, akkor mégis ki van egyenlítve. De a sokasodás az csak a harmadiktól kezdődik. Amikor az a szülő, pár, a férj és a feleség, a kettő sokaságot, azaz többet hagy maga után. Több gyermeket, mint amennyik ők voltak ketten. És ez az áldás, az Isten áldása, amit olvasunk itt. De figyeljétek meg, testvéreim, azt mondja Izsák, a mindenható Isten áldjon meg téged. Izsák az előző fejezetben elmondta azt, ami az ő atyai áldása volt. Adjon az Isten te néked az ég harmatából, a föld kövérségéből, a gabonának és bornak bőségéből, népek szolgáljanak neked, és nemzetségek hajoljanak meg előtted, légy úr a te atyád fiain, hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai, átkozott legyen, aki téged átkoz, és aki téged áld, legyen áldott, mondja a 27. résznek, 28-as, 29-es verse. Az atyai áldás, amiben Istenre hivatkozik, most ezt valamilyen formában nincs megismételve, elmondja Izsák ismét, mielőtt útra indítaná Jákóbot, és azt mondja, a mindenható Isten. A mindenható Isten adja néked az Ábrahám áldását. És kedves testvéreim, arra hivattattunk el, hogy áldást mondjunk. Áldást kívánjunk egymásnak, és áldásul legyünk ebben a világban. A szülő a gyermeknek, és a gyermek a szülőnek. Az osztálytárs számára, a munkatárs számára, a lakó közösség felé, népünk felé, és itt a nagy családban, a gyülekezetben, hogy áldássá legyünk testvéreinknek. És Izsák utolsó alkalmakkor, mikor együtt van, ez utolsó alkalom volt, végső búcsút vesz fiától, többet nem találkozik. A maga áldása mellett azt mondja, az Ábrahám áldásával áldjon meg téged az Úr. Az én atyámnak áldásával. És elolvashatjuk
a Mózes könyvének, első könyvének 12. 13. fejezetét, ahol az Ábrahámnak adott áldásról van szó, és úgy olvassuk, ezt mondta az Úr Ábrahámnak: eredj ki a te földedből, a te rokonaid közül, a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked, és nagy nemzetté teszlek téged, megáldalak téged, felmagasztalom a te nevedet, áldás leszel, megáldom azokat, akik titeket téged áldanak, és akit téged átkoz, megátkozom, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. A 13. részben kiegészül az áldás, amely hármas zsinórból for egybe, földet adok neked, amit csak be tudsz járni, a tied lesz. Utódokat adok neked, mint az ég csillagai, mint a homokszemek a tenger partján, mint a fövé. És áldásul leszel a világ számára. Ábrahám, a te magodon keresztül hozom el majd az én szolgámat, Krisztust, és te leszel a hívők atya. És áldott leszel, és megemlékeznek rólad, amíg föld lészen, amíg nap és éjszaka lészen, hogy Ábrahám fiaihoz, az Úr gyermekeihez tartozunk. És ezt elmondja Izsák Jákobnak, mint egy imádságot. Az Ábrahám áldását adja neked az Úr. És testvéreink, kedves szülők, szolgatársak, testvérek, nem csupán áldást kell mondjunk, imádkoznunk kell. És ezt az áldást kell kérjük, kell kívánjuk, kell könyörögjünk ezért, ami fiainkra, leányainkra, testvéreinkre, és az Úr vegyen el minden irigységet, vegyen el minden féltékenységet, valamilyen más ördögi, testi gondolatot, ami miatt mi ne tudjunk a testvérünk megáldásáért imádkozni. Mert az igazi szeretet tud így imádkozni, hogy az Úr áldjon meg, és hadd mondjuk egymásnak köszöntésünket: az Úr áldjon meg, testvér! Ezzel az áldás kívántással szép a jó napot is, a szervusz, a békesség is. De kívánom azt, hogy mondjunk jót és áldást egymásnak, és ez legyen ima is, könyörgés is. És figyeljétek meg, testvéreim, az atyai áldást hallotta az Úr, és amikor ott a pusztán, a kőre téve fejét, alszik Jákob, és megjelenik az Úr az ő álmában, akkor az Ábrahám áldását mind megadja, és még ráteszi a negyedeket is. Testre szabottan kipótolja, és hozzáteszi azt, amire leginkább szüksége volt abban a percben, abban a pillanatban Jákobnak. Így olvassuk, álmot láta, és íme az Úr vala azon a lajtorján is szóla: én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, s a te magodnak. A te magod olyan lész, mint a földnek a pora. Terjeszked el nyugatra és keletre, északra és délre. És a harmadik: és te benned, s a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És ezt az áldást mi is örököltük, a pogányok. És az az ima, az a könyörgés meghallgattatásra lel, még nem teljesedett be, de már Isten megjelenik Jákobnak. És kedves szülők, kedves testvéreim, lehet, hogy nem éljük meg, hogy az imáink be is teljesedjenek.
De az Úr megjelenik, és már elmondja az ő akaratát Jákobnak, ott a pusztában, ott Bétel, Lúz városának a környékén, és nyilvánvalóvá teszi, hogy nekem átjárásom van, Jákob. Kapcsolatom van a földdel, látod ezt a létrát? Az én angyalaim jönnek, a hírt hozzák, az erőt viszik, és minden úgy történik, ahogy én megengedem, mert amit atyád mondott, hogy én vagyok a mindenható, ez igaz és való, és én cselekszem. És mindenek felette én állok ott. Az Úr, a te atyádnak Istene, és Ábrahámnak az Istene. Egy legitimizálódás is van itt. Jákob, akinek szolgált atyád, és a te nagyatyád, az a valós Isten, az autentikus Isten, az egyedül igaz Úr. Tudd meg, hogy nem téves Úrnak szolgáltak, nem bálványnak, a mindenható Istennek. De most a te sorod van. És úgy örülök, hogy Pál apostollal együtt elmondhatom, és hiszem, hogy ti is sokan elmondhatjátok, hogy nekem is, mint egy idétlennek, mint egy torszülöttnek megjelent az Úr. Nem csupán másoknak, nem csupán az atyáinknak, nem csupán a vértanúknak, a hithősöknek. Nekünk most a harmadik évezred, éveiben, vagy a második évezred utolsó évtizedeiben megjelent az Úr, és elhívott. És emlékezz meg a te uradról és a te teremtődről, arról a szövetségkötésről, hogy ő elhívott. Megjelenik, és személyes kapcsolatot akar. És az áldás testre szabott, nem csupán általános. Igen, szükség volt a földre, ahol lakjon, szükség volt arra, hogy utódai legyenek, ne halljon ki a családfa, illetve segítségek legyenek, állattartásról lévén szó. Szükség volt arra, hogy a föld számára áldások legyenek, de Isten elmondja az ő áldásában az ő ígéretét. Imé veled vagyok, és megőrizlek téged. Képzeld el, mit jelentett ez Jákobnak. Egyes egyedül a pusztába. Én megőrizlek téged. Akkor világhatalom volt az egyiptomi. És annak a hadserege messze élen járt. De az semmi lett volna, ha az egyiptomi királyi fárói testőrségből rendelt volna mellé csapatot az Úr. Az semmi lett volna ehhez, én megőrizlek téged. Én vagyok az, aki valahová mész, mondja az aranymondásunk, visszahozlak téged erre a földre, és el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem azt, amit mondtam. És az áldásnak itt van a lényege, a magva, hogy beteljesítem a szavamat. Megőrizlek, megtartalak, veled maradok, és az áldást valósággá teszem az életedbe. Ez az igazi áldás. Az is jó, ha áldást kívánunk, az is jó, ha imádkozunk, könyörgünk, szükség van erre, de legfőképpen, hogy az áldás valósága legyen az életünkben. És amint mondtam, ehhez szükséges a formálódás. És Jákob ezen alkalommal elindult a formálódás útján. Neki volt egy identitása. Amikor ő megszületett, ott Beer-Sebába, Beer-Seba környékén, az ő szülei nevet adtak neki, Jákob csaló. És ez volt az ő identitásának a megszólalója, hogy
csaló. És ez nyilvánvaló is volt a Jákob életében. A furfang, a huncutság, a csalás. De Isten az ő mennyei regiszterébe nem egy csalót akart. És úgy, ahogy manapság, amikor mi megszületünk, már az anyuka aznap, legkésőbb másnap a kórházban, mikor kitöltik a papírokat, be kell mondja a gyerek nevét, és ezután így van a regiszterbe beírva. Isten nem kívánt közösséget vállalni a csalóval, és formálni akarja. Sőt, elindul Jákob a formálódás útján. Kelj fel és menj. Jákob tudta, hogy nehéz út vár rá, de nem látott abba bele, hogy mi minden vár rá. És tudd meg, kedves testvér és testvérnő, hogy az igazi áldás nem ebben a földi létben van, hanem annak, hogy Isten gyermekei vagyunk, és a mennyország örökösei. Hogy örököljük azt a földet, ahol eltűnik a fájdalom és a sóhaj, és látjuk Jézust, és az ő arcát a mennyei angyalokkal együtt majd, az ő kegyelméből. Ez a legnagyobb áldás, az üdvösség, az Isten jelenlétének, színének, valósága. És ezen az úton indul el Jákob, neki identitást kell változtatni. Ő nem maradhat Jákob. Ő majd szövetséget kell kössön az Úrral. És majd a hazavezető úton, a jabók révén, annyi küzdelem után nevet vált, amit Isten mond el neki, Izrael, az Úrnak népe, Istennek a népe. És az igazi áldás, akkor az enyém és a tied már itt a földön, és a vég nélküli áldás az Úrral, ha ez az identitás, megváltoztatás a lélek által megtéréssel kezdődik, újjászületéssel folytatódik, a megszentelődés folyamatán keresztül vál valósággá, teljesedik ki, és Istennek az utolsó percig munkája van az életünkben, mert emlékezzetek, hogy azt mondja Pál apostol, én nem mondom, hogy még elértem, vagy már elértem, de törekszek. És ez a formálódás, ami az életünkben végbe kell menjen, kedves testvérem, a keskeny úton, Isten akarja ezt munkálni. És most nem akarok belemenni az elsődleges vagy a másodlagos személyiségben, hogy mennyit tudunk mi változni, mi az, ami megmarad, mi az, ami kódolva van bennünk, mi az, ami változtatható, ami tanítható, ami formálható. Ó, nem emberi dolgokra gondolok, hanem arra a csodálatos munkára, amit Isten tud tenni, hogy a vérengző, erőszakos Mózesből olyan szelid ember lett, ami még nem volt a föld színén. Magába hordozta ő a mózesi jegyeket. Magába hordozta. És te is, én is az óemberi természetet magunkba hordozzuk. De ne felejtsétek el, a lélek által új életet kezdtünk. Dicsőség a mi Urunknak, és formálódunk, és az a szentség, amire rávilágít az Úr, és betölti életünket, egyre inkább nyilvánvalóvá lesz. És Jákob életében ez egy hatalmas folyamat. Kudarcokon keresztül Isten megengedte, hogy szembesüljön majd az ő apósán keresztül, hogy mit jelent huncutnak, furfangosnak lenni, becsapottnak lenni, nem csupán csalónak lenni, és annyi mindenen. És Jákob megadja magát, és válik Izraellé, Isten népévé. Megadtam és megadtad-e magad?
és váltam is váltál-e Isten gyermekévé. Áldott legyen az Úr, aki az ő ígéjével nem alternatívákat, opciókat, az egyedüli igaz utat határozta meg. Hadd legyen parancs számunkra az Isten szava. Az ő áldása legyen fontos. Akarja. És ehhez az identitásomnak, a természetemnek változni kell, hogy gyermekévé legyek. És ezen az úton járjunk vele. Amen. Jákob nem volt méltó az áldásokra. És Isten nem teszi oda, hogy ha, egyszer se. Azt mondja, hogy megáldalak, áldás lesz, stb. Nem feltételeket. Amit még megláttam a Jákob élete, milyen szűk keblű Jákob. Isten azt mondja, hogy ez lesz a tiéd, ez az áldás a tiéd, és akkor azt mondja, hogy ha. Ő kezdi, hogy ha, akkor. Mondja, hogy akkor te leszel az Úr az én Istenem, akkor megadom a tizedet, akkor ha. Szükkeblűség. És még egy mondat itten azt mondja, hogy ha velem leszel, visszahozos, adsz eledelt, kenyérült, eledelül és ruhát, akkor meg vagyok elégedve. De Jákob, nem ennyi az élet, eledelés, ruha, hanem Istennek van csodálatos terve. És nem értette meg Jákob, csak miután találkozott az Úrral. Segítsen meg az Úr, hogy valóban legyünk képesek felfogni az áldásokat. Nekünk minden áldás Krisztusban van. Ne legyünk szükkeblőek. Ne féljünk, mert az Isten tárházas, mondjam úgy, hogy olyan csekklapot nem lehet kitölteni, hogy Isten ne tudja azt honorálni, ne tudja megadni. Nincs olyan. Krisztus Jézusban mindent nekünk adott. Legyünk mondjuk tágszívűek, fogadjuk az áldást, feltétel nélkül is. Éljünk a kegyelem által dicsőségére. Amen. Amen. Örülök annak, hogy nyilvánvaló az igében az is, hogy Jákob is formálódott, és egyre inkább olyanná vált, ami Isten számára tetszett. Ez nyilvánvaló az igében. Úgy látom, hogy Ábrahámot már Isten idős korában hívta el. Tehát az élet leckéi már sok mindennek keresztül ment, és már ott volt, hogy nyitott Isten felé. Izsák egy csendesebb természetű ember volt, de ő is élete folyamán tapasztalja az Urat, és az Úr megy vele, és kíséri élete folyamán. És ugyanez érvényes Jákobra is. Egy nagyon agilis, nagyon ravasz, huncut természetű szemét Isten kísért figyelemmel. És időnként beavatkozik az életébe. Pontokat helyez el, váltópontokat, ahhoz, hogy oda formálódhasson, hogy örökölhesse az áldást. Ez engem mélyen megvigasztal és örömmel tölt el, hogy Isten velem is, veled is személyesen foglalkozik. És nincsenek úgymond véletlenek az életünkben, hanem minden Isten akarata szerint történik. Lehet említettem ezt itt is, de számára mindig mérce az, amit Szörcsén tapasztaltam, egy akkor idős testvérnőnél, néninél, Deák Erzsébetnél, aki 11 éves korától mandulagyulladás következtében hát elgörbült végtagokkal élt. Úgy, ahogy magam előtt látom most is a sarokban, az ágyában, és a fal V-alakban, 90 fokban, körbe ott aggatva különféle bibliamondásokkal, hímzésekkel, amiket ő készített, hát messze kitűnt közöttük az a kis levelezőlap nagyságú írás, nyomtatott írás, amely úgy szólt, előbb minden Isten elé jut, ami téged ér, valami ilyen formában. Isten előtt végighalad mindaz, ami téged ér. És ebben a hitben élte le az életét. Így fejezte be az életét. Nem volt véletlen, hogy éppen 11 éves korában nyomorék lett. Nem volt az véletlen, hogy ágyhoz kötötten és helyhez kötötten élte le az életét. Megtanult imádkozni. Megtanult imádkozni Cserepka Jánosért és feleségéért, Margitért, akikkel barát és testvéri szálak kötötték össze.
és amíg cserepkái Bolíviában harcolták az Úr harcát, addig Deák Erzsike egy kis székelyföldi faluban messze eldugottan harcolta maga harcát, ima harcát érettük. Mert ez volt Istennek az akarata. És így rendelt az Úr. És ez nem fatalizmus, hanem az, hogy az Úr akaratából lettem, az Úr akaratából vagyok, és ő végig kísér életem folyamán. És ez áldás jelent számomra és számunkra. Örüljünk ennek, és értékeljük ezt. Amen. Amikor olvastuk ezeket az igéket, akkor eszembe jutott az a rész a Bibliából, amikor az Úr Jézus kijelenti magát Pál apostolnak, vagy amikor Sámuelt szólította meg az Úr. És ez is itt nagyon-nagyon szépen van leírva, és én várom, hogy ez a dolog megtörténjen az én életemben. Itt így idézem a Bibliából. És álmot látott, egy létre volt a földre állítva, melynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. És itten folytatódik az áldás. És akkor ő ezt megtapasztalta, hogy szólt hozzá az Úr, én vagyok az Úr, a te atyáidnak istene, és a te istened is. És nagyon vágyom és szeretném, hogy ezt minnyáján megtapasztaljuk, hogy akármilyen módon, mert sokféle módon lehetséges ez, szólítson meg minket is az Úr, és akkor, amikor szólít, akkor pont tudjuk odafigyelni, és tudjuk azonosítani azt a pillanatot, amikor megszólított az Úr, és akkor egészen biztosan, akkor tudjuk, hogy az övé vagyunk, és semmiféleképpen el nem fogunk távolodni tőle. Hallottátok, kedves testvérei? Az ígéret az Úrnak társulása, de csak Krisztusban. Ha vele együtt kész vagyok azon az úton járni. Ha kész vagyok, Krisztussal a keskeny úton járni, valahová mész. Megőrizlek téged. Az ígéret a miénk és a mi gyermekeinké, mondta Péter apostol a pünkösdi prédikációjában. Legyen áldott ezért az Úr neve. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kívánjuk, hogy Isten ígéje legyen olyan, mint a nyári zápor, amely ősszel meghozza a gyümölcsöt. Szeretettel meghívom nézőinket, hogy találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időben és ugyanitt a Credo TV csatornáján.